Jó napot, kedves nézőközönség! Én Matabarna vagyok! És ez itt a Space Star Wars Rebellion Commando következő része! A legnagyobb, hogyha emlékeztek, felszabadítottuk ezt az Acclimator osztályú rohamhajót, ha jól emlékszem a... Mi volt a neve? Prosecutor? Fene se tudja, valami ilyesmi, lehet, hogy a Procrastinator volt, amennyire én emlékszem. És kilőttünk vele egy ellenséges csatahajót. Ma pedig el fogunk menni a Kashyykra, ahol segíteni fogunk a Wookieeknak az ellenünk fordult randosán zsoldosok ellen. Úgyhogy, kezdjük! Ó, tehát egy újabb évvel telt az Acclimator óta, a Prosecutor óta, vagy mi a fene volt a neve. Immáron két éve megy a háború. Welcome to Kashyyyk. Thanks to the data you found on that assault ship, the Republic and the Wookiees are on very good terms. They've asked us to help find their leader, a Wookiee named Tarful. A kitarral van tele... Wow! De csúnya vagy. Megeszi? Nem, oké, azt hittem. One of his patrols was overwhelmed. The Wookiees assumed he was lost. However, we recently cracked a Trandoshan code indicating Tarful was captured. Be advised, this is a covert insertion. És kódban videófelvétel volt? Wow! Ezek a Trandoshanok nagyon segítőkészek a hallgatói számára. Wow, azt jól megfogalmaztam. Oké. Tehát meg kell mentenünk... Gyors, halk és veszélyes. Az utolsóban biztos vagyok, az előző kettőben nem annyira. Tehát, meg kell mentenünk az elfogott Wookiee vezető Tarfult, aki egyébként nem ismerni annyira a fluffot, a Trandosha a Kashyykkal egy rendszerben van, tehát egymás mellett van effektív a két bolygó. A Trandoshanok ilyen eléggé vad gyík zsoldosok és rabszolgatartók, rendszeresen támadják Kashyykot Wookiee rabszolgákért, és hajlamosak eléggé gyakran oldalt váltani. Tehát például ez azt hiszem már nem kánon, az régi kánonban volt, amikor a Jedi rend és a köztársaság harcolt a sötétség testvériséggel, ami egy olyan Sith koalíció volt, akkor egy csata kellős közepén jött egy falak Trandoshan, amikor éppen a Trandoshan harcoltak, és lemészároltak egy, ha jól megszem, egy Sith és köztársasági összekavarodott egységet, amikor éppen csata kellős közepén voltak, és mindenkit lootoltak. Úgyhogy a... Egyébként már őszintén nem emlékszem, hogy mi a fene fog itt történni, tehát nem lehetne, hogy ott randosan fognák és elkezdenék lőni a szeparatistákat. Oké, vegyünk fel két pozíciót. Oké, ellenségek, ez gyors volt. Adott... Á. Wow. Oké, ez gyors volt. Úristen, mi a fenét sütöttek ezek? És miért forog még mindig, ez még él? Úristen. Szegény állat. Várjunk, ez ránézésre egy krokodil? Ezek kanibálok? Wow. Ó, egy shotgun. Márint olyasmi. Az ott, jól látom, egy fal. Igen, fal azonosítva. Gratulálok én vagyok a legjobb felderítő egyértelműen. Az egész köztársaság az én információra kell, hogy hagyatkozzon. Áj. Bakta. Ó, erre emlékszem. Ha jól emlékszem, ez a pálya volt benne a demóban, amivel vagy 20 milliószor játszottam. Még annó, mielőtt még kijött volna ez. Azt a rohadt öreg vagyok. Na. Állj meg szépen. Úgy. Headshot! Oké. Mi a... Oké. Milyen... Hol van az a... Oh, shit! Oh, wow. Köszönjük, Scorch! Mindig, amikor egyébként Scorch megszólal, az a benyomásom, hogy egy Teenage Arts tirányzőszem az osztagomban, de nem. Oh shit, azt nem vettem észre. Jó, hogy ez a rakétatorony volt. Oké, Scorch, hírelődj. Oké, Scorch be abba az ágyuba.
The fuck? Ez egy béka? Ez egy béka. És csak én hallom, úgyhogy pattog az audio? What the fuck? Oké, nem tudom, hogy mi a fele volt ez, na mindegy. Hol van a béka? Megléphet! A kém! Nem bízunk a idegvérűekben. Nem rasszizmusból, csak azért, mert az ellenség is ugyanúgy néz ki. Ups. Nem tudom, hogy mi a fene van itt benne, de szerintem jobban járunk azzal, hogyha szerte nem annyira. Ami azt jelenti, hogy a két sniperünkre azt hiszem nem lesz szükség. Tiketten, search and destroy. Menjünk be. Scorch közben fedez minket abból az ágyúból. Oh shit! Csapda! Pozíció! Fuck, nem. Oda! Ez a falhoz veszük be magunkat, nem érdekel, hogy itt van az egyik spawn pontjuk. Fuck. Mi a? Szev? Azért nem arra, hogy egyel se bírjál. Oké, Szev, menj nyílelődni. Addig feltartom őket itt. Feltartottam? What the? Köszi, Scorch! Azt hiszem, őrült fejbe egy rakétával. Azt hiszem, ennyien vannak, mert Scorch megszólalt. Oké. Okay. Jó a pozíciónkról ennyi, nem tudom őket visszaküldeni. Szóval kezdjünk el beatolni. Nem úgy néz ki. Szerintem a hátamban csak egy ajtó van. Na végre. Oh fuck, bezárták. Fuck. I'd like some explosives here, Deltas. I found the hatch. Hey, if that isn't a red carpet. Where's it lead? Well, who cares as long as it's not here? Accessing. It leads to a landing bay. Blow it up and get out of there. Valószínűleg lesz ott még egy olyan nagyon imperatikus dropship. Fuck, rám az egyik. Oké, okay, utána befele. Ah, fuck! Valaki akiről összed a rohadt gyorsan. Közi, Scorch! The fuck? Na. Utánam. Oké, benn vagyunk. Húh! Advisor, we've reached the landing pad. I'm sending you exfil coordinates now. Excellent. Secure the landing pad and proceed into the camp. Mert nem tudom, ki tervezte az akciót, de ez a legnagyobb hülyeség volt, mert a trandosanok egyébként látnak a sötétben. Miért este támadunk? Helyzeti előnyben vannak. Jössz vissza! Na azért! Ó! Oh, annyira megkéseltem a hátiságját, hogy felrobbant. Wow! Profi vagyok. Vadda! Még egy rohadt laser droid. Kezdem egyébként azt a benyomást kapni, hogy ezek a hamvasztós ugrak az Imperium Galactica 2-ből. Azonnak volt ilyen damage-e. Azt a rohadt. Ezek kiiltottak minket. Az ott Szev. Oké, okay, éppen hogy felhílelt, aztán meghalt. Esélyem sincs. Le kéne szednem azt a dögöt ott. Meg azt a kettőt. Esélytelen. Ja, azokat rondosan akar totál esélytelen. Wow! Ez hirtelen nagyon nehéz lett. Mondjuk főleg így, hogy 0 HP-ról indulunk, mert nem tudtam ugye magamat felbaktálni. Na. Delta squad, let's take it down, eliminated. Yes, sir. We could use our hold here, Delta. In charge. Defended. Yes, sir. You'll need to enter the main section of the camp. Hol vannak azok a... Oh! 3-8, those walls are full of structural weaknesses. See if you can find... Oké, gyerünk Scorch. Fedezzük a többieket innen. Let's knock it down. Look for a way through. I can't rush this, you know?
Amíg ráhagyom az emlékre, hogy kiautóémezzék a droidokat a levegőből és leszedem a trandosanokat, addig rendben vagyunk. What the fuck? Oh. Még egyszer sem próbált egyébként rágmászni egy ilyen droid. Ez fura. Oké, vissza mindenki. Utánam. Oké, ezekkel a szonikus gránátokkal nem megyünk sokra. Azt hiszem ez volt az utolsó. Oké, search and destroy. Van még egy droidunk. Itthon egyébként miért tartják ezeket, hogy ezek tényleg hullamozgatásra voltak? Vagy nem tudom, mit csináltak azokkal a szerencsétlen klónokkal. Dark Poppin. Oké, tehát ott vannak. Ja, tényleg itt kapunk kukikat. Oké, el onnan. Látom még ellenséget? Nem? Oké, akkor utánam. Hogyha... Szia! Ugye barács... Igen, barátságos vagy, oké, remek. De a... Fixer, menj ki az útjából, ez egy Wookie. Fixer... What the... De... What? Quantum Wookie? Úristen, az veszély, az egy dolog, ami veszélyesebb egy normális Wookie-nál, ami éppen elvesztett egy csak meccset. Egy Quantum Wookie! Vizet. Oh yeah. Sziasztok. Wow. Úristen, mennyi kalát repült szegényke. Szia. Imádom ezt a fegyvert. Nem tudom, hogy észrevettétek-e. Az a baj, nincs benne lőszer, szóval. Váltanunk kell a Super Mega Laser Phaser-re. Azt ott be kell robbantanom esetleg? Úgy mint nem. Oké, mindenki heal el. Sziasztok! Ja tényleg azt hiszem bekapcsol a... Azt hiszem bekapcsol a... Hogy is hívják ők, hogyha meglőjük. What? What's he got going on, Cassian? Fucking Grievous. Seth, hol vagy? The fuck? Hol van? Seth? Szevike? Merre? Nem láttam semmit. Minden klónak joga van azzal a fallal kell félni, amelyikkel csak szeretne. A droidokat viszont kinyírjuk. Kijött szem a falból? Nem. Ó, van egy ötletem. Megyek és agyonverem. Ez durvábbnak hangzott, mint akartam. Agyonütöm szeg... Még mindig rossz. Agyonütöm, aztán feléleztem. What? Oké. Na. Szev? Ugye kijöttél a falból, ugye? Szívesen! Na gyere! Nem, úgy, hogy nem tudom megmenteni. Akkor ezen túl ketten vagyunk. Csak nem, hogy Seth kapjon egy parancsot, amit ki akarok adni a többieknek. Cic! Cic. Ott van! Oké, Seth, hogyha esetleg tudsz, akkor menj baktázni. Baktálj egyet. Ó! Oh. Fuck! Okay. Ellenséget látok. Itt lenni a Mártana amúgy Seth, meg a távcsős puskája. De Seth a falban van, szóval ennyit erről. Seth meghalt. Megpróbáljuk még egyszer feléleszteni Seth-et, csak a biztonság kedvéért. Egyébként az a pont, ezt a pályát 5 milliószor lejátszottam a demóban, és ezzel a buggal még sosem találkoztam. Ez a játék még mindig tud újat nyújtani. Oh fuck. Még egy ilyen rohadék. A többi nem kéne ilyenkor is követniük?
Nem, na, én híleltem föl Sevent. Úgy tűnik, hogy benne marad a falba, szegényke. Na jó, akkor többiek utánam. Van még egy ilyen dög. Volt. Vukit hallok. Ó, itt a pálya vége, oké, akkor Seven jön utánunk. Igen, a lábak így működnek. Látok mozgást? Nem. Oké, egy gránátos. What? Hol? Ó! Az itt, hogy lefelé fog menni, ezt nem fölfele ment. What the fuck? Azt, ő nagyon hozzávágta a plafonhoz. Vajon tudom detonálni ezeket a jó detonátorokat? Nem. Nem lehet dupla detonáció. Na. Okay, everybody. They're waiting for us. Initiating breach maneuver. Charge set. Clear. Fuck! Na erre nem számítottam. Ó, pedig erre emlékszem. A demóból. Mindig kinyílt ez a rohadék. Ez a rohadt Panzerklein. De most nem. Ó, oh, szegény Wookie. Úgy tűnik ez kinyílt egy Wookie-t. Wow. Mi Brengan vagy szögelős puska? 9990... Ó, oh, nem. Akkor mi Brengan. Oké, okay, nem tudunk kimenni. Delta squad forming up. Got your back, 3-8. Slaver, don't budge up. El kellett volna lőnöm mások itt a Wookie nyilpuskából lőszert, és akkor nem kellett volna most mi Brengant fogyasztanom ezekre a kis scrubokra. Na mindegy. Ráléptem valamire? Aztán ráléptem valamire. Hold on, Vic guy, we need to get him out of there. Slice into the Trando security network to open that cell. Én fedezlek. What the fuck? Azok a bányás isakok tényleg kivédik a lézereimet? Wow. Az új köztársaság aztán nagyon sokat spórolt ezeken a fegyvereken. Továbbra is tartom az elméletet, miszerint ezeket igazából a kereskedelmi szövetség csinálja. Mi a? Quantum árnyék? Ja nem, ez a Wookie, oké. Okay. De akkor miért csak most jelent meg? Ne, nem értem én az árnyékokat ebben a játékban. Hagyjuk a Wookie-ra az egyiket. És ezt tudjuk akkor úgy jelenti, hogy nyerni a Wookie-t. Ez pedig az egyetlen fegyver, ami legalább olyan jó, mint mi Brengan. És ilyen mi Brengant félig kifogyasztottam, aztán ezzel fogunk menni. What the? Oké. Nyugi haver, nyugi Wookie. Az csak hiszen! Fenébe ezt nem töltöttem föl teljesen, akkor nem pattog ugyan, hanem robban. Na rád nem számítottam, főleg arra nem, hogy hogy fedezébe fogsz állni. Oké, a Wookie remélhetőleg el fogja terelni. Nem lőnek az elitre valamiért. Mármint a Panzerkleinre, a Trando Kleinre. Oké, Fixer, fuss a büdös életbe. Ó, ott a Wookie-nk. Dat közelharc. The fuck! Húh! Ouch! Meg a fizika törvényét is meghazudtolja, hogy szegényként beleágyasztam a falba. Azt hiszem ennyi lőszer van ebben a puskában, szóval... egy utolsót kilövünk. Aztán mi Brengan? Úgy értem, az előírásokon megfelelően a standardizált köztársasági fegyverzetet használjuk. Egyértelműen. Na, Seth, kelj fel. Ne a falba kelj fel, ahol most a lábad van. Az ott egy Wookie ketrec? Az ott egy Wookie ketrec. Nem.
Nagyon rasszista, Scorch. Merre tudunk kimenni? Ó, oh, van egy csanda gyanúm. Van egy Wooking. Okay, big fella. Go rip some arms off. Doors blocked. Can't budge this thing. I bet a Wookie can do it. Ja! Wookie! See? What'd I tell ya? We appreciate the help, warrior. Da! Ennek a lámpának innen jön a fénye, nem onnan innen. What? Walks right into their spotlight. What'd he say? Later, Delta Squad. Stay focused on Tarful for now. Be ready for a fight, Deltas. That tower is swarming with slavers. Tower full of Trendos. Check. Hol van az osztagom? Tudom, hogy nálam van mi Brengen, de azért nem kéne egyedül harcolnom a trandosanokkal, az egész bolygóval. Utánam. Ő meg ott marad, oké. Okay. Akkor ennyit a Wookie segítségünkről. Szívesen, amiért felszabadítunk titeket. Ennyit arról a Wookie életadóság dologról, meg mindenről. Ó, oh, oké, okay, győzelem. Akkor szágódjunk tovább. A testőrök? Ajjaj! Hogy ez a Grievous testőri, akkor rohadt nagy gond vagyunk, mert azokat... azokra egy klón nem szokott elég lenni. Még mi sem valószínűleg. Remélem, hogy ő is ilyen büdzsésen gondolkozik, mint a köztársaság a fegyvereivel, és most randosan testőröket alkalmaz. Akkor nem vagyunk akkora gondban. Wow, ez egy nagyon nagy kalibrű tárcsás puska, ezek szerint. Hűdetonátorok. Tele vagyunk velük. Többet kéne használnom őket. Füstölt randosan. We got a nest here. String them along and we'll mop them up. Delta squad forming up. Kövessetek. You, back to the... Ups! Yes, sir. És nem lőtt! Fixer ott állt és fél centiről farkas szemet nézve le, ahelyett, hogy kinyírná a rohadt életbe. Mi a büdös életet csinál az osztagom? És mi a büdös életet csinál ez a fickó, miközben szegény csodgyomos mögött volt? Mindenki baktázik. De rohadt nagy bakta volt, amit itt az előbb éppen műveltetek, mint ne mondjak. Mi Brengan kifogyott és azért eltűnt a padlóba, szóval lesüljük egy shotgunra. Jó, átkapcsoljuk magunkat Search and Destroy módra, és támadjunk. Scorch, az a te specialitásod. Ez kivért egy headshotot? Azt hiszem, hogy ő volt az első. Gratulálok, tessék, ide egy medál. Valaki elkelje meg. Tetszik más, ez a szokásos Star Wars-os különbség. Miről tudod megkülönböztetni a különböző oldalakat? A technológia színéről. Sárga komputer, zöld komputer, kék komputer, piros komputer például. Vagy kék lézer, piros lézer, zöld lézer. Mit nyitott ki az a komputer most? És honnan lő ez a trandó? Jaj, onnan. Kezdem azt mondani, hogy ez Tarvak. Úgy értem, Tarful? Ó, oh, szegényke. Ó, oh, nem kellett volna erre ráhátalni. Most értem elmennünk abba, hogy fogjuk el fucking Grievous-t? Hogy kellene négy kommandósnak elbírnia vele? Na jó. Hogyha fogjuk el Grievous-t, akkor elfogjuk Grievous-t. We've got a visual on a landing pad. Positive ID on General Grievous. What's he? Damn! We've been spotted. The fuck! Move! Fuck! What the galaxy was that? Tehát Grievous fején átszivárgott a lövésem. Aztán nem tudtam kinyerni még a testőrobotját se. Esélyünk sincs. Tudom, hogy parancsolatokadásánk minden, de hely, szerintem nem problémáztak volna túl sok azért, mert kinyírom Grievous-t. El onnan, Sev! Ne nézz a robbanásra, az nem cool. Ah!
Ouch. Nem tudtál volna fél másodperccel később ülni, akkor nem lőttél volna. Ó, szegény Wookie. Ja, tényleg. Csak én kaptam az arcom egy shotgun lövés, mert mindig nekem kell elhaladnom. Hol? What? Azért. Szerencsére a bakta mindig kék, akármelyik oldal is csinálja. Tényleg, miért vannak itt bakta tartályok? A trandosanok nem tudják őket úgy használni, mi ez kell, van egy speciális implantátum, azt hiszem. Még csak felkészülök, barátocská. Fuck. Azokkal van egy sanda gyanom, hogy nem fogunk elbírni. És így is eltaláltam valakit, ezért imádom ezeket a puskákat. Double kill, ja nem. Nem ölte meg az, hogy egy barátja holteste hangsebességgel nekicsapódott az arcának. Ezeken akad még valamiféle ellenséget? Úgy látom nem. Azért biztos a kezébe bepatintunk egyet, wow, majdnem fejbe ütöttem magam, oké. Okay. Ezért veszélyesek a Wookie nyílpuskák. Tárful? Az előbb még bevonszolta. Tárful, marad! Szükségünk lesz rád, úgy érzem. Wow. Oké. Okay. Ouch! Szerencsére az EMP működik rajtuk. Megdög lesz? Te Panzerklein! Hú, kinyírtunk, mivel beindult volna, hál az-e, azt a rohadt, hál az ének. Még egy! Fuck! Oké, okay, szükség lesz azokra a pozíciókra. Na, gyerünk, te Tesco-s kusztódész! Úgy látom, le lehet őket rúgni ezek szerint. Oké, okay, gyere ide! Haha! A droidika módszer működik, de csak el ne kezdjen csapkodni, mert akkor nagyon nagy szarba kerülök. Hál az ének nem találja el valamilyen egyikünket, csak azt hiszem állandóan célpontot váltogat, mert mind tűz alatt tartjuk. Ajaj, most fogja használni rakéta kilövőit. Igen. És pont belesétáltam mind a kettőbe. Ilyenkor felé kell mozogni, csak ennél gyorsabban. Szev, gyerünk gyorsan, gyorsan, gyorsan. Oké, okay, kinyírták. Hú. Ó, tehát a Kashyyyk kicsit, ami nem kezdődött el. Oké. Okay. Tehát most néhány hónappal a Sith-ek bosszúja előtt vagyunk valószínűleg. Mert a Kashyyyk kicsit ezek szerint még nem kezdődött el. Viszont! Én nem mondom, hogy már körülbelül ennyi fért bele. Ugye ez volt én már a Tabarna, ez vagy már a Let's Play Star Wars Republic Commando, és találkozunk a legközelebb, amikor ezt fogjuk csinálni, ami ide le van írva, én most nem fogok végigolvasni. Addig is viszontlátásra!